Üdv mindenkinek, Dual Ass folytatjuk a The Great East Attorney Chronicles-t. Az ötödik epizód harmadik perébe. Ez még az utolsó előtti. Az egyetlen a franchise-ban, ami négynek igényszeres nyomozás és négy igényszeres pere van. Egyszer. Inkább sötétben csináljuk, mert úgyis alszunk már. Apa is 10-12-41. Na, persze. Hogy bírod? Én nem oda sem. Miért hagysz az egyére az oldal mit nélkül? Láttátok a képet? Hiszen már van bizonytival, hogy betört fegyveresem azt. Az általános csinzóra. Reménytelen kész az egészet. Mindenki, aki látja, azt hiszi, hogy ő volt. Hát igen, elég sokkoló. Miért nem beszélsz hozzá? Mondd, mit tölt itt valójában. Tőled akarok hallani az igazságot. Vacsoráltam történt minden. Volt egy beszélgetésük az irodában. Nem tudott aludni. Kidopózott az a kölcsönződő. Tudni akart, hogy ott van-e az a kézira. Biztos volt benne, hogy sorul, és elloptak valami, nem tetszett. Azt gondolta, hogy amikor ízé betölt. Azt csak azt akartak úgy, hogy kézzel ott van-e vagy sem. Ki tudta nyitni az árat. Virágított. És akkor... A tulaj még mindig ott volt. Így bukott le. Az, hogy hirtelen fegyvert rántott. Fegyverrel követelte, hogy keresse be a labdárába. Azt akarja látni. De inkább halna meg, mint hogy odaadná azt a cuccost. De közölte, hogy nem akarja. Csak látni akartak. Tudni akart, hogy ott van. Hát nem is tudta volna, amit akarta is volna.
És ott volt a két élet. Sherlock nem hazudott. Csak hogy... másik betörés is történt. Az Scott édestvérű. Valaki betör. Nem feltette bezárni az ajtót. Szóval Mulder költ. Biztosan nála volt a fegyver. Gondolta az, hogy segít. De hirtelen két lövés hangzott el. Majdnem ugyanabban az időben volt a két lövés. És az Ike véget hátba lőtt. És ezért bezárta az ajtót. De hát a bezárta az ajtót azon volt. A revolvert zsina, hogy megvédje magát. De már hamar tudta, hogy való. Aztán hirtelen valamiért elájult. És nem állítsz is semmire. Elmondta ezt a rendőrség, de ők nem hittek neki. Mondta, hogy ha hazudok, akkor az rosszabb lesz. Megtaláljuk a tettést, de amíg mi is találjuk. Vissza kell térni a börtönbe. Igen, ott volt az a tettség. De nem az igaz... Egerben elég, nem az igaz. Én bízom. Két lomba ezelőtt hazudott. A pere. És miatt távozhatott volna szabadon. Te pozíciódban volt a vécén. Engem is megvádod a gyilkosságot. Csak egy valaki áll ki mellette, aki hitt benne. Aki meg is fejezhette. Kázzunk. Thank you.
Boldog volt akkor. Azt hitte, hogy nem tud nézni benne, de tévedett. Ha inni akarsz valaki már, akkor elszínít ki más, valaki máskor is. Akkor is, hogyha így tovább vagyok, hogy így alszunk. Csak ugye nem olyan, mint megkérdít. Gyilkosság az súlyosabb áll. Valaki idegítünk rá, még akkor sem a tóhaj vagy. Beszélgetésnek vége. Vissza kell menni. Na, te itt volt vissza másodban, de azt is tudtam. Milyen egy az ő ásnak képzelni ezt a súlyt, hogy nem hiszek neki. Itt az idő finálé. Kívánj szentsét, Suzy! Igen, komoly dolog az a harmadik történet. Kigondoltam volna, hogy az a fegyveres köcsög gárgyra visszafutok. Ez a gólyember, de így köcsög. Az igazi neve Ashley Gray. Kommunikációs tiszt.
Igen, a gyilkosság kell kérdezni. És téged vádolunk a gyilkosságot. Nem vicc. Hogy össze át volna a két olvajja. Nem volt, nem lett volna korra. Minden tagad. Azt hiszi, ezt megúszhatja. Nem hagyhatjuk, hogy szaladom te azon. Semmiképpen nem történt ez meg. Lehet a kereszkép is. Végül. Találkoztunk. Ki hatottam volna? Én esetben meg lehet kérdezni, hogy miért választottad a nevet. De sajnos azt Ziggs nem fogja hagyni, hogy megkérdezzem. Hogy miért Egerben eddig ne hívtam magát. Hold it! Nem az ővére van. Ugye hát egy biztos, hogy az ővére. Az övék is lenne. Jézus, cselló. Hírt elég ti. Excuse me! Tudsz majd mondani, hogy Mr. Garty. Big bro. Mi a félbe? Megosztanak velünk? Válaszol! Mi áll a fejedben, ti Lido miatt?
Sérülés. Amit ő ez? A karja megsérült. Raidon itt valamit aggódik. A karja megsérült. Ne kessék. De valaki más is eltalált. Megvizsgálhatnánk a karodat? Ő is sekerik, mint Manfred von Karma. Ezt nem úszod meg. Mekkora egy hazug. Hold it! Soha nem volt semmi köze hozzá. Elfelejtetted, hogy ott voltam. Az incidenskor. Szóval nem egy igen zárt gölcsözőben. Nő, ezt mondta. Tovább mindent is jön meg reagált rá. Excuse me! Te is ott voltál akkor. Amikor történt a dolg. Nem emlékszik. Hát, de gyorsan is segít Gregszi. Itt a bizonyíték, hogy ott Drayden ott volt. Nem érhető van, hogy mitől? Mit titkol ez a Gregson? Valamit kerülj ezt a valomást. Valamiért nem akar elmondani semmit. Tehát de valamiért kell, hogy legyen közel az a gyilkossághoz. Thank you.
Jó, meg kell nézni most bizonyítékokat. Hiba. A végig hiba volt megvédeni. Objection! Hát ezt a lász van ahol? Igen, ez van. Te próbálsz elvenni ezt a lemezt. Ha, mekkora hazug. És miért van a lemezben? Igen, sérülés okozta ezt. Mert szombodat is hajlandó vagy letogatni? Azt hiszed, ezt megúszni olyan könnyen. Ez olyan, hogy állít sírtél. Van karcolás a combodon. Pirítés. Ellenkezőleg. Övé volt a lemez. Hát akkor most már beszélni kell a lemezről. Semmi köze, hát már megint hazudni, mert... Megérdem, tényleg szól. Csajlottál. Végén a lemezt rendőrítem. Tehát nem lett volna oka azért betör. Társak voltak, megkérdít, de
vicces, hogy azt mondja, hogy győzni. De szerintem hazudik. Igen, de ja, ma elfelejtettem mondani, a 4 feles 10 menő így egyszerűen már vesztettem életet, de azt most visszakaptam. Hold it! Ki mindent összegyűjt, aminek van közel meg gyűjtett, mint bizonyítékot. Excuse me! Van gond van? Felügyelő. Hát zavardik ez a valamás. Még hogy hagyjam végig. Scotland Yard mellett gyűjt össze. Meggérítő cucca. Van sötét oldal. Biztosan már foglalkoztak a sötét múltján. Között valami nincs rendben. Mint hogyha az ügyészet is titkolhozna a fegyelőt. Sajnos van autók hozzá. Van csak ez lesz az? Vagy ez, vagy ez. Gondolkodj. Ez egy biztos jó válasz, de melyik? A többit is, hogy tőmi az ábra. Nem. Nem. Pont ahogy sejtettem. Az egyik ezek közül biztos, hogy jó, de melyik? Box, vagy ez?
közösség ez. Nem lesetek, ez csalás. Ne, tudtam. Objection! Ugyan, egy formák voltam. Objection! Szóval magának akart azt hozzá. Objection! Tiltakozom. Na ez nem, nem igaz, hogy van ez. Volt még egy így megírni. Tehát két ilyen képes lap volt. Egy kis doboz. Igen, itt ellopjanak egy dobozt, azért tölték be a zárkölcsönfűbe. Még egy abszolút. Miért tenni? Nem kellett rabolni. Mondd ezzel valamit, úgyhogy lefésett, akkor csak el kellett volna adni. Objection! Köszönöm, hogy kellett volna legyen a dobozra. Véget vett. És ezt az ügy ezt tudja bizonyítani. Van fényképe is róla. Egyik fénykép az itt volt, a fénykép az a gépe, a másikban ott. Szóval egyik elnél már lejárt az idő. Csak meg kell venni azt a szart, amelyről lekésztél. Van még, szóval erről van két képe. Így most már van két képünk. A kettő kell összehasonlítani, hogy van egy eltérés. Már átnézték a globális itt van, vizsgálatot.
Igen, minden eszköz átnéztek ott. És ugyanúgy néznek ki. Fantázia. Hát az továbbadás mellett legutóbb adtam volna, akkor már nyertem volna. De két is, hogy a két kép között van eltérés. Mert egy eltérés. Akkor mutassunk az eltérésre. Biztos, hogy van eltérés. De hát meg kell találni, hogy mit a kakukk tojás. És a kakukk tojás pedig csak egy helyen van. Látjátok ezt? Egyik bal oldalról. Egyiknél a doboz bal oldalról van, a másik jobb oldalról. Tehát... Tehát a kérdésre a válasz itt van. God! Got it. Az is jó. Egy kis eltérés van. A sztereoszkopikusan átnézzük a dolgot. Ott a kakukk tojás. El volt mozdítva a zenélő doboz. Tehát valaki felvette annól azt a dobozt. Objection. Semmi sem változott. Talán. De ez minden megváltoztat. Egy is volt benne vala. Azt, hogy visszarokták a élet, csak ahhoz kellett, ami benne van. Elkezdi azt a dobozt. Objection. Miért így dobozol? Nem lényeges. Már meg kell vizsgálni a dobozt, de addig kell egy kis idő. Ne ígyétek, hogy még vége.
Egy óra múlva biztos van játék. Én nem akarna szeretni te voltam. Most mi van? Értéktelen. Na biztosan sejti, hogy... hogy hamisan... ítétékkel megírni. Már megint eldobja. Bizonytalan kell, hogy a lemeznek van köze a gyilkossághoz. Igen, tudjuk, hogy ez biztos. Elmagyarázzuk az okát. Azzal kiderül, hogy megkérdíte, ítélete hamis volt. És ez azt is jelenti, hogy csinál megvádolják hamis tanúzásért is. Igen, biztos, hogy tudja ezt. De ez lehetőség is lehet. Ami rizikus is. Elbutom az igazság előjön. Talán Gina sítsége kell ide. De az óriási kockázat lesz. Mert hogyha most Gina valami fog, akkor azzal már két vádét fognak még ítéletet hozni Gina miatt. Ha egyáltalán meg tudom védni. Köszönjük, van még valami információja, hanem ezzel kapcsolatban.
elfogadja ez a területet. De durva fordulatot fog venni, hogy bekövetkezik. Nézte sehová. Nagyon helyes. Csak így módon lehet bizonyítani, hogy a lemezek van köze Vidiben kalálához. Az ő segítsége miatt tudtam megvédni meg Kirillet. Csak hogyha amit megkérdít kapod, azt meg is érdemelte. Hát az ölletem miatt tudtam nyerni. Azért volt ott, hogy lopjon. De hamis ítélet miatt végül jött valaki, aki tett róla, hogy megkapjam tényleg. Nem volt megemlítve a lemez, meg a zenéjű doboz. Beszélni az a kidonokról a vezeti dolgok. És amit a cellában említettem, ez extrém fontos. Hát minden, hogy a bajba fog kerülni, mert akkor nem ugye az igazat már. Már ez egy újabb vád, ami miatt egy cellában kell maradni.
Mit ez egy vállalom a fel... Ez egy vállalom. Mert azért írjön be ki... ki hozzalt a hír. Megfenyegette, hogy ne legyen, de besúgó, hogy nem mondjon semmit arról, amit te látok, most hallok. Szóval hibát követette a bíró. Igazságtalan se történik ezen a perén. Az elnézhetek rá ezek. Hát az ügyvéd nem tudhatott semmit. De ők nem viszik el. Megérítnek le kell zárulni a videót. És most... Mindegyik négy fel kell tenni a kérdéseket. Hold it! A kabinban rejtőzködött tömeszt. Nem látott semmit. Valami is felhúzás volt. Mert ő szóval megírít pancsát is tette. Meg volt kötve akkor a keze. Hallotta beszélgetni őket. Nem hallottam rendesen. Valami pénzzel kapcsolatos téma volt. Hát harc lett a végén. Megé fél. Megé itt levegőt kapott. És megijedt az esést. Hold it! Igen, az a lemez a padon volt. Megint felvette.
Igen, ő mondta, hogy nem adjon semmit. Félt a lemezőnek. Nagyon félt. Hogyha megdagadtam a parancsát, biztosan leszúgtam volna. Az érték küzdött. Aztán kérdezősködött, hogy ki az, és ki mit keresik. Hát biztosan hívták a rendőrség. Hold it! Azután itt annak igazuk volt. Csak nem álltak minden rendesen. Ők hívhatták a rendőrséget. De nem vették észre, hogy csor az ideg. Akinek kezén volt a vér. Csak a vezető nem tudta, hogy ott van. Hold it! Biztos cuccokat zár a közsőnkbe, itt megírjuk. Ezt is a megbélyes. Odaadta a vezetőnek a kabátját. Abban volt a nevezés. Biztosan akkor burka. Igen, megfengedte, hogy ne legyen besúgó. Hold it! Hogyan fenyegetett meg? Szóval a fenyegetésben az volt, hogy hamis tanulás. De mi volt más is? Hogy menjen az zárkönyvezőbe. És szerezze meg, amit oda tettél. És ne veszítsen. De ha legkésőbb, akkor fizetnie kell. Egy magyarázat létezik el. Mert volt nála valamit, nem akarta, hogy a rendőrség lássa. Valami nagyon fontosat. Amit minden el akart rejteni. Aztán elengedte. De most már hamis tanulásért is felelhetve. De van más is. Ezek ketten sütolóznak.
Tehát van titkol. Mint ha Grayson is bűnt társunk. Most figyeljétek! Excuse me! Meg tudtuk változtatni? Itt így kettő? Szép! Tudóztam. Miről beszél? Vel tárgyaltak, az biztos. Na ezért. Szóval sudozást leutat. Most már tudjuk az igazságot, te a... Valami dédik és ez a benne. Hát azt tudta, hogy halott volt az öreg. Nem tudta, hogy mit tegyen vele. De nem tudod gondolkozni józanul. Bizonyára meg akarta tartani. Biztos volt benne, hogy el akarja adni. De a gondolkodás nem bír. Még egy órát kell tűrnöm. De rosszabb is ez a finálé. Ott már 3 órát kell viselnem, míg végre a végéhez érik. Jó, legközelebb befejezzük az a The Great Adventures részét. Hát a finálé iszonyú hosszú lesz. Amikor utoljára elkezdtem gyakorolni, 3 óra eltelt. Jó van, ennyi volt, és közel befejezem, és utána az. A Rents magazinnel folytatom, Rizovot pedig majd meglátjuk, mikor folytatom. Úgyhogy addig ennyi volt már, szevasztok.